Megállhatott volna ez a történet ott, hogy én ott zabálom a Miklós által kapott csokit, és játszok az Elmótól kapott játékkal, de nem, nekünk folytatni kellett ezt a rohadt mesét, és most meg akart tudni minket egy hatalmas karácsonyi zokniszörny! Üdvözlünk mindenkit a Szinopszisak karácsonyi különkiadásában, ahol szintén itt van velem a csodálatos Tony. Viszont most nem egyenként fogunk sztorikat alkotni különböző általunk megadott színész nevekből, hanem együtt fogunk egy nagy, hatalmas és szeretetteljes karácsonyi sztorit összerakni, amiben segíteni fog minket a jól megszokott kalap, tele-tele általunk kitalált különböző szereplőkkel, sztori elemekkel, fordulatokkal, mindenféle olyan karácsonyhoz vagy köthető, vagy nem köthető elemmel, ami kicsit vagy megbolonyolítja, vagy kicsit segíti majd ezt a csodálatos történet vezetést. Így van. Beigli. Arra gondoltam, hogy lehetne a sztori legelső mondata az, hogy Dani és Tony eldöntötték, hogy ez lesz életük legjobb karácsonya. Tetszik. Tetszik. Akarsz-e kezdeni, vagy kezdjük én? Kezdj te, mégis csak te vagy. Ez ilyen kicsit implied módon a kezembe vettem. De ezt a szeretnél, hogy kiveheted a kezemből, nem gáz. Dani és Tony eldöntötték, hogy ez lesz életük legjobb karácsonya. És bár eddig mindig letudták az egymásnak való ajándékozást egy kifejezetten béna ajándékutalvánnyal, most úgy döntöttek, hogy engem, most át fogom gondolni, hogy a másik mit szeretne, és azáltal megadom neki a lehető legjobb karácsonyi ajándékot valaha. Egy gond volt csak ezzel, egyáltalán nem ismerték a másikat. Viszont ismertek valakit, aki mindenkit nagyon jól ismer, hiszen minden karácsonykor meglátogatja az embereket. De ez nem a télapó volt, hanem Macaulay Culkin. Tony és Dani egyszerre indultak el Macaulay Culkinhoz, és hogyhogy nem az ajtója előtt találkoztak, és jöttek rá arra, hogy basszus, te pontosan ugyanazt csinálod, mint én? Akkor ezek szerint te se ismersz elég jól engem? És már-már szinte feszültek volna egymásnak, mikor is megjelent a Sose volt karácsony szelleme. A Sose volt karácsony szelleme az a karácsonyi szellem, aki nem szerepelt a Dickens-féle klasszikusban. Ő azon karácsonyok szelleme, akiről mindig álmodtál, úgy döntött, hogy segít kibogozni Daninak és Toninak, hogy milyen is lenne számukra a tökéletes karácsony. De, hogy ez kiderüljön, visszamentek a múltba, hogy megnézzék egymás gyerekkori sérelmeit. Az első megállójuk Tony gyermekkori karácsonya volt. Beállítottak, és egy családi nappali fogadta őket, mert felkészültek minden rosszra. Borzasztó odaégett Beiglire, megterítetlen asztalokra, kigyulladó karácsonyfára. De amit találtak, az rosszabb volt. Amit találtak, az egy ajándékok nélküli karácsony. Mert mindenki összeveszett mindenkivel. Csupán a rádióból szólt egy édes dal, mely visszahozta a karácsonyi hangulatot. Ez volt az All I Want For Christmas. Tony teljesen összetörve ült ott, hogy úristen, nincsenek ajándékok, nincs családi szeretet az asztalnál, az egyetlen dolog, ami végigkísérte gyerekkoromtól kezdve minden egyes karácsonyomat, és ez nagyon szomorú kimondani, de Maria Carey-től az All I Want For Christmas. Ekkor Daninak támadt egy ötlete, és felhívta pár videós kollégáját, úgyhogy Molnár Péter Miklós és El Mol megjelentek egyszer csak. Beállítottak az asztalon, és hoztak új ajándékokat. Nagy de jó! Hátradőlt a Sose volt karácsonyok szelleme, és azt mondta, hogy így van. Ugyanis ebben az én kis mikrouniverzumomban, aminek most a szifis hátterét nem szeretném elmagyarázni, mert ez egy kedves karácsonyi történet, de az a lényeg, hogy van neki! Ti irányítjátok a valóságot, és így úgy teszitek remekké egymás gyerekkorát, ahogy csak szeretnétek. Pétertől biztos csokit kaptam, Elmoltól meg videójátékot, és így... És valljuk be, a két szereted nyelved ezáltal ki is lett pipálva. Igen. És így néztem ki. Köszi, srác! Ekkor eljött az idő, hogy a Sose volt karácsony szelleme elvigye őket Dani egyik gyerekkori karácsonyához, ahol az ő gyerekkori sérelme volt. És végig kellett nézniük, ahogy Dani kedvenc, világító díszembereit, a világító hóembert,
A világító rénszarvas. A világító Anya Taylor-Joy. A világító Anya Taylor-Joy, aki ekkor még kislány volt, úgyhogy ezt felvetnénk egy kontroversen. És végig kellett nézni, hogy a befizetetlen számlák miatt lekapcsolták őket. Én ezt nem értem. Dani teljesen összetörve állt ott, hogy tényleg ez lenne a gyerekkori sérelmem. Az, hogy pár világító hatalmas dísz, ami a legtöbb gyereknek nem is adatott meg, nem működik. Ennyire anyagias lennék, ennyire csak a felszínről szólna nálam a karácsony. Ránézett Dani, a sose volt karácsonyok szellemére, és megkérdezte, hogy tényleg a legdurvább gyerekkori sérelmünk helyszínére hoztál minket? Pontosan. Ez vagy te, ez a gyerekkori sérelmed, mondta a szellem. Ám végig hazudott. Ugyanis, amit Dani nem tudott, hogy a szellemnek volt egy sértettsége irányába. Nem akarta ám, hogy Toninak és Daninak tökéletes karácsonya legyen. Csak először Toni gyerekkorát rendbe rakta, hogy ne is sejtsék, hogy valójában Daninak akar még rosszabbat, és anyagiasnak akarja beállítani. De ez az egész sérelem abból fakadt a szellem részéről, hogy Dani az egyik videójában kis előadást tartott arról, hogy milyen toxikus és illúzióromboló karácsonykor a műfenyő sznobizmus. Ugyanis, mondta ekkora szellem, én a sosem volt karácsonyok szelleme, aki kimaradtam a Dickens műből, akire senki nem emlékszik karácsonykor, aki el lett feledve. Egy dolog volt, amiről az emberek ismernek. A fenyő illat, a tökéletesség, a karácsony autentikusság, amit én hoztam be az ünnepbe. És még ezt is elveszik tőlem. Mert hogy nem mentjük meg a földet, mert hogy kifakjuk a fákat. Igen, mondod ezt az Ikea bútorodnál, te rohadék! Bocsánat, egy kicsit elragadtattam magam. Először depresszióba zuhantam. Tojáslikör alkoholmérgezésbe próbáltam folytani magamat. De a delírium és az alkoholmámor sem segített. Ekkor döntöttem úgy, hogy a két legnagyobb fegyveremhez nyúlok a karácsony ellen. Ahhoz a két emberhez, akik talán a legjobban szeretik a karácsonyt. Ezért akartalak felhasználni titeket, Dani és Toni. Hogy még azt hazudom nektek, hogy a kis gyermekkori traumáitokat tesszük rendbe. Pont veletek fogom tönkretenni a karácsonyt. Olyan hibákat követtetek el a múltban, az elmúlt pár percben, ami olyan kihatással van a jövőre, amire nem is számítotok. De nem így történt! Ugyanis, ekkor a karácsonyfa fogta magát és elrohant. Dani, Toni és volt, sosem volt karácsonyok szelleme, akinek a nevét sem tudom kimondani, egyre k***t jelentéktelen. Én néztek egyes, hogy mi a f***, ez egy karácsonyfa, ez nem rohalhat el, még akkor se, ha nem műfenyő. Igen, hát lehet, hogy nem sikerült tökéletesen megtervezni ezeket a látomásokat. A szellem azt mondta a srácoknak, hogy gyorsan utána, hiszen ha ez a fa megszökik, akkor az egész világ egy random karácsonyi illúzióvá fog változni. Keresték, de sehol sem lelték azt a fát. Végül arra jutottak, hogy valószínű ez a fa a szerelmet keresi. A szerelmen belül pedig a szexualitást. De mivel ő egy fa, valószínű nem talál magának társat. Tehát hol kell keresni? Abban a gyerekkori traumában, amiben szerepel, önkielégítős zokni. Nem tudom, mi a furább, hogy ez bekerült a kalapba, vagy hogy nem értettem vele. Dani és Toni egymásra néztek. Majd a szellemre, majd újra egymásra, majd megint a szellemre. Figyelj, te szellem! Ugye főként ezt az univerzumot a mi gyerekkori traumáinkból raktad össze, igaz? Hát nyúltam inspirációt innen-onnan, de igen, nagyrészt a tieitek van benne. Aha. Dani és Toni egymásra néztek. Na és ez melyikünké? Mire a szellem legnagyobb meglepetésére Dani és Toni egyszer csak egyszerre elsírta magát. Ahogy ott sírtak, rítak, egyértelmű vált, hogy igazából mindkettőjüknek volt ilyen traumája. Meghallotta ezt az önkielégítős zokni, oda ment hozzájuk, és azt mondta. Mindig is szerelmes voltam beléd. Nézett egymásra Dani és Toni, hogy igazából most akkor az igazi gyerekkori trauma az nem is a miénk, hanem az okné.
ugyanis nagyon furcsa, a pubertáskori tiniként annyiszor dugtunk meg egy szerencsétlen zoknit, és remélhetőleg nem ugyanazt, hogy kialakítottunk benne egy ilyen nagyon egészségtelen, ilyen függőség, ilyen Stockholm-szindróma viszonyt, és pont akkor oldjuk fel magunkban ezt a dolgot, hogyha egy olyan traumát ellensúlyozunk, vagy próbálunk valahogy feloldani, amit lényegében mi okoztunk. Tony és Dani végül egyöntetűen a zokni felé fordultak, és azt mondták, hogy figyelj, tudjuk, hogy sok hibát elkövettünk, és tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon toxikus kapcsolat volt a miénk, de most el kell engedned minket, és tovább kell lépned, és kell találnod valakit, aki saját magadért szeret, és nem a meglepően kényelmes lyukadért. És akkor az okni azt mondta, hogy köszönöm szépen, fiúk, megfordult, és elindult egy jobb élet reményében. De meggondolta magát. Megfordult, egyszer csak átalakult egy ilyen hatalmas zokni szörnyé, így megfogta Tonit és Danit, és felemelt őket. Most mindkettőtöket szét fogok dugni! Megállhatott volna ez a történet ott, hogy én ott zabálom a Miklós által kapott csokit, és játszok az Elmoltól kapott játékkal, de nem! Nekünk folytatni kellett ezt a rohadt mesét, és most meg akar dugni minket egy hatalmas karácsonyi zokni szörny! Dani és Toni rettegtek. Nagyon-nagyon féltek attól, hogy most őket halálra erőszakolja egy zokni karácsony közepén. A sose volt karácsony szelleme, fogalma se volt arról, hogy mit csináljon egyáltalán, és a zokni csak röhögött és röhögött, hogy... De ekkor felbukkant a felmentő sereg. Felbukkant Gergő és Samu. Yeah! Zokni már csorgónyállal közelített Toni és Dani felé, mikor is Samu odállt, hogy... Zokni! Tudod, hogy igazából ki tudna téged teljes mértékben felcsinálni és kielégíteni? Haha, én vagyok Samu. Zokni picit el is gondolkodott, hogy az olyan szép szállegény, lehet, hogy inkább ejtenem kéne ezt a megerőszakolósdit, és belevetne magam ebbe a kalandos fiúba. Amikor elé állt Gergő. Nézd csak rám! Én vagyok Gergő. I mean! Zokni teljes mértékben meg volt illetődve, így nézett össze-vissza az egymás túl licitáló Gergő és Samu között, hogy most akkor mégis ki a francot válasszon. És ekkor az egész csapat belekerült az okni fejébe. Ugyanis a varázslat, amit a szellem csinált, még mindig élt. Bekerültek az okni fejébe, hogy az okni traumáját éljék át. És amit láttak, egy kis szoba a Mikulás gyárának a legfelső, tornyának legfelső szobájában, ahol egy életközepi válsággal küzdő Manó sírva és gyűlölködve megcsinálja ezt az oknit. Ez az okni az egyetlen olyan ajándék a Mikulás gyárában, ami nem szeretettel készült. És ezáltal ez az okni sosem kapott szeretetet, már a megszületésétől kezdve sem. A csapat ezért úgy döntött, miután kimentek az okni fejéből, hogy mindannyian megölelik őt. És ettől a hatalmas szeretettől visszaváltozott egy sima zoknivá. És ugyan a fa, az még mindig nem bukkant elő, de egy másik gyerekkori traumás ajándék felbukkant, és a legjobb barátja akart lenni. Ő volt a tévedésből vásárolt húsvéti csokinyuszi. A zokni és a csokinyuszi egymásra néztek, és felismerték azt, hogy mind a kettejük egy olyan karácsonyi ajándék, aki sosem élhette meg az igazán jó karácsonyi ajándékságot. Ugyanis az egyik nem egy karácsonyi ajándék, a másik pedig borzasztóan volt kezelve élete során. Ránéztek Daniékra, és azt mondták, hogy mi már csak egy valamit szeretnénk. Egyszer egy gyereknek tényleg boldogságot okozni, és tényleg jó karácsonyi ajándékok lenni. De hát karácsony este van! Hogy visztük ki ezeket az ajándékokat a gyerekeknek? Ám ekkor Tony rénszarvassá változott, és azt mondtam, hogy bárcsak ezt emberként mondhatnám, de ugorjatok fel rám! Ajándékok vannak, amiket ki kell vinnünk, ma fiúk! A kis társaság fölpattant Tony hátára. Tony pedig repülni kezdett. Jó nagy erővel repült, és el is mentek egy kis juhházához. Ez a fiú Kristóf volt. Kristóf szíve hatalmasra nőtt. Ez egy kedves történet volt. Hát köszönjük szépen a megtekintést. Igen. Ez volt az, amivel mi hozzá tudtunk járulni a karácsonyi érzéshez. Sajnáljuk. Mindenképpen
írjátok le a komment szekcióba, hogy ez az újfajta formátum tetszik el, mert amúgy nekem ez így izgibb picit, hogy így együtt alakítjuk a történetet. Uh-huh. És akkor így nem az, hogy már valaki előre kitalálta, és akkor ezt csak eldarálja, hanem így mi se tudjuk, hogy mi a fasz lesz belőle. Szóval én lehet, hogy ilyen irányba vinném amúgy tovább a szinopszisakot, de ez nyilván legyen egy ilyen közös ötletelés. Tőlem még mindenképpen érkeznek majd a hónapban videók, amiből lesz, ami karácsony, lesz, ami nem. És hát boldog karácsonyi készülődést mindenkinek. Tonit nézzétek meg ott fent. Sziasztok! Sziasztok!